Öregdiák találkozót tartott a Zsigmondy Vilmos Technikum az iskola fennállásának 70. évfordulója alkalmából. A rendezvényen a szervezők bemutatták az oktatási intézmény emlékkönyvét, és a volt diákokkal közösen koszorút helyeztek el a sugárúti épületnél. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ez az iskola a szívem csücske. Fogalmazott Balog András volt intézményvezető, aki a létesítmény 70 évéből 40-et itt töltött, kezdetben tanárként, majd igazgatóként. A 70 év tiszteletére az egykori diákok visszaemlékezéseit összegyűjtötték, és egy kötetben megjelentették. Ezt a résztvevők a helyszínen meg is vásárolhatták. Gyakorlatilag két részből áll ez a könyv. Ez első rövidebb fejezete a 70 évből vett szemelvényeket tartalmazza, a második részében pedig azt kértük, ez a nagyobb rész, kétharmad rész, hogy a volt diákok, öreg diákok az akkori élményeiket, csíntevéseiket, ami eszükbe jut az iskoláról, írják le, írják meg. És ez lett végül a könyv gerince. A találkozó nagy része a volt iskolatársak kötetlen beszélgetésével telt. Szerepi Ferenc 1966-ban vegyipari technikumban végzett. Mint elmondta, az épületek sokat változtak az akkori időkhöz képest. Legszívesebben a barátságokra, a közösségre és a kollégiumi életre emlékszik vissza. Nagyon jó tanárok voltak, fiú kollégium volt csak, gimnázium, olajbányászok és vegyészek laktunk együtt, és nagyon-nagyon jó volt. Az esemény nagyon jó hangulatban telt, rengeteg öreg diák látogatott vissza az iskolába.